Augusztus 14 van, Marcinak a névnapja, és egyébként házfelújítás zajlik kint, ilyenkor mindig ugye főzök ebédet amúgy is, de éhesek lesznek a fiúk, mármint apukám meg a párom. Bencsleves lesz nekik, meg hát nekünk is nyilván, petrezselymes krumpli, a petrezselyem minden van a kertből, és találtam a fagyasztóban, amit most vettem Lidlben, ilyen filézett csirkecomb, ugye az rántott húsnak jó lenne, de hát most én ebbe a kóviba itt nem akartam kínlódni, úgyhogy befűszereztem egy csirkefűszer, soval beraktam egy tepsibe, fólia alatt sütöttem, légkeverésesen, és akkor amikor már majdnem megpuha volt a hús, akkor paprikát, hagymát, paradicsomot és kolbászt raktam rá, és egy ilyen szaftos, ilyen csirkecombos egybeleg lett, úgyhogy ez a mai ebédünk, kovászos uborka lesz hozzá. Vacsira lesz egy kis Lidi lángos, 6 darab, 2 pedig el van felezve ilyen gyerekadagban, úgyhogy ezt fogom most kisütni. Lesz hozzá fokhagymás mártogatós, és ilyen fokhagymás olajos, vizes cucmók és reszelt trapista. Sziasztok! Üdvözlet a konyhámból! Sülnek a rántott csirke mellett, és már most látom, hogy tökéletes a panír, úgyhogy a Good House panír morzsát ti ajánlottátok, és megvettem a Tesco-ba, drágább, mint egy átlagos, egy kilós, viszont nagyon jó kis adagolója van, és csináltam már túrógombócot, azzal is tökéletes volt, és én úgy látom, hogy a rántott hússal is, hát nézzétek meg, kiveszek egy rántott húst, sehol nem látom azt, hogy olyan kis éget lenne, olyan fehér darabos. Úgyhogy sülnek a rántott csirke mellett. Hát tudjátok, hogyha én rántott húst csinálok, akkor nagyon sokat egyszerre. Egy kis átalakítás lett a konyhába, bekerült ide a lila fészhez. Nézzétek, ide hátra. És akkor így van most az étkező. Tehát megcseréltük a kettőt átmenetileg. Lesz hozzá ilyen kis petrezselymes is. Petrezselymes vízi, van kovjubi, egy kis gulyásleves, madárlát, ezt nem én főztem, úgyhogy ez a vasárnapi ebédünk, de is a lényeget nem is mutattam nektek, pogácsa, mindjárt mutatom. Jó kis receptet, és letakartam most alszik, duplájára keresztem, túró van benne, krumpli, salt, szóval jó kis gazdag cucc, megyek meg, sülnek a rántott húsok, és nem akarom, hogy leégjen. Ültek a rántott húsok, nem tudom hány darab, csirkemellből van, de szerintem olyan 15 darab biztos. Van benne kisebb, nagyobb, úgyhogy 2 napig biztos, hogy ezt fogjuk enni. Még lehet 3 is, majd meglátjuk. Ennyi. Na szóval, először felfuttatjuk az élesztőt a pogácsához, látjátok, nekem nagyon szépen felfutott, a margarint a liszttel összekeverjük, és utána beleöntünk minden hozzávalót, a leírásban bent lesz a teljes recept, megkaptuk a pogácsatésztát, megy aludni, itt az első hajtogatás eredménye, itt pedig már a második hajtogatás, ezután lehet is kinyújtani szépen a tésztát, itt vagyok, látjátok, kinyújtom, aztán pedig én a legkisebb ilyen pogácsaszaggatóval fogom kiszaggatni,
Nekem egyébként maradt még a tésztából, én azt lefagyasztottam. Itt van, azt a részt megcsináltam és lefagyasztottam, ezt pedig meg fogom kenni majd egy kis tojásfehérjével. Egyébként ez 52 darab lett, és rakok rá egy kis sajtot, úgyhogy ez már sütésre kész is. És mondom, a maradékot, azt még látjátok majd ebbe a videóba, 10 darab lett, azt pedig egy későbbi alkalommal fogom kisütni. Légkeveréses sütőben fogom sütni, körülbelül 20 perc alatt sült meg nekem 180 fokon. Látszik, ahogy egyre csak sül, és egyszerűen fantasztikus illat volt. Sülnek a pogik, sziasztok! Lekuporodtam ide, és nézem őket. Tudom, gondoljátok, hogy nem vagyok eszemnél, de nekem ez egy annyira csodálatos dolog, hogy végre van egy normális sütőm, és ez az első sütés, az első igazi pogácsám, mert tényleg soha nem sikerült, és egyszerűen gyönyörűen jönnek föl. Mindjárt meg is mutatom nektek, közelebb viszem a kamerát. Egyszerűen fantasztikusan néz ki, és még ugye van 10 perc, úgyhogy itt ülök, és nézem. És jó illat is jön, úgyhogy most el vagyok itt, mint egy hülye gyerek. Még egy-két percet adok neki, és akkor mindjárt lekapcsolok ezt a szépséget. Türelmetlen voltam, kivettem egyet, és szétvágtam. És én úgy látom, hogy megvan sülve az alja is, a teteje is, és a közepe is. Sziasztok, megsültek a pogácsák, és már vittem is át a szomszédnak. Mondtam neki, hogy még nem tudtam megkóstolni, mert hogy hát forró volt, úgyhogy most mindjárt kiszedjük őket. Hú, de jól néznek ki. Remélem az ízük is finom. Örülnék neki a fincsi lenne. Azta. Jó. Jól néznek ki. Kicsit olyan lagzis pogácsára hasonlítanak. Már elhűlt annyira, hogy ki tudjuk őket szedni, úgyhogy mindjárt jövök vissza a kóstolással. 40 darab lett itt, és 12-t vittem a szomszédnak, azaz 52 darab pogács lett fél kiló lisztből, és mindjárt egyet meg is fogunk kóstolni. Mondjuk mit szólnátok ehhez? Hű, el van dőlve, jól megkelt, és azt a... Puding próbálja az evés. Picit sótam, egy picit, mert több sót elbírt volna. De nem annyira sótlan, hogy ehetetlen. Finom. Én sósabban szeretem a pogit, de nézzétek meg, hogy milyen jó kis lyukacsos a tésztája, és megfelelő ropogót, az alja is, és belül pedig puha, de mégis megsült, úgyhogy majd be fogom rakni a leírásba a receptet. Védünk, hát ez nagyon jól néz ki. Zsírosztál, már össze is kentem a kezem. Extra nagy adag, jó sok hús van benne, zöldség és tartár. És az én kajám pedig, mi ez? Mozzarellás csirkemel paradicsommal, és légkrumplit kértem hozzá, nem voltunk ma itthon. Vásárolni voltunk, és így elmaradt a főzés, úgyhogy ez a mai ebédünk, és a gyerekek nincsenek itthon, úgyhogy csak ketten esszük. Láttatok, az a nagy adag, hát azt én nem tudom egyszerre megenni, úgyhogy megfelezem, nagyon jól néz ki. Egyébként az Oceanbe vettük, de decemberben, ahol a régen a lecsó ételbár volt, most egy ilyen kínai, de árulnak ilyen magyar kajákat is, és lehet választani ki, milyen körettel lesz, úgyhogy nagyon jól néz ki, hát a gyirosztrál is. Lehet megkóstolom azt is egy kicsit. Sziasztok, megint pogácsát sütök, ugyanazt, amiből raktam be a fagyasztóba, és kimaradt.
és nem is 7 darab maradt, én jól rosszul láttam 10, és ezek ugye nagyobbak voltak, és úgy gondoltam, hogy megsütöm, mert holnap rohanós napom lesz, és reggelire így pont jó lesz így bekapni egy-két pogácsát. Isten élet van. Nagyon sokan írtatok, hogy milyen recept volt. Instagramon sokan küldtetek fényképet is, hogy nagyon jó. Nem az én receptem, ezt én is találtam, de most már én szerintem ennél a receptnél fogok maradni. Úgyhogy mindjárt kész van. Kiveszem, és ezt majd reggel fogom enni. Úgyhogy ennyi. Megsültek. Nem tudom, halljátok-e, hogy még sisteregnek. Most kapcsoltam le a sütőt, mindjárt kitállalom őket, és akkor csinálok egy fotót róla. Egy pillanatot. Nagyon-nagyon jól néznek. Ugye ezek nagyobbak, mint az első adag, mint mikor legelőször sütöttem. És én megmondom őszintén, most a tojással raktam rá, mert mondom, azért nem fogok pazarolni egy kis tojást a tetejére, hanem pici olajjal befújtam, és jól rásült a sajt is. Jól néznek ki nagyon. Sziasztok, a mai ebédem hamburger, ügyintézni voltam, 1:45 most értem haza, a gyerekek nincsenek itthon, nem kellett főzni. Mindjárt melegítem. Jó reggelt, sziasztok! Augusztus 20, nincsenek itthon a gyerekek. Ebéd. Ilyen leves alappor, ez a német biocuc, és akkor belefőzök egy kis csigatésztát, ennyi, kis szárított petrezselyemmel, tehát egy hamis húsleves szerűség. Uborkás húsa, és husi, és jázmér is tasakos. Ez a mai ebédünk, egy napra készül kettőnknek. Erre mondják azt, hogy üres leves, mert hogy nincs benne semmi, csak a lé és a tészta. Megmondom őszintén, volt letolnítva egy kis répa, krumpli, karfiol, de nem volt most kedvem kínódni, úgyhogy a mai ebédem része, a leves része az ez. Az uborkás hús. Majd berakom ide valahova, ugye az elkészítése. Én most annyit változtattam rajta, ahogy szoktam, hogy én most hagymát egyáltalán nem raktam bele, csak egy kis pici fokhagymát, és jázminrizssel van. A rizs az nagyon finom kis pergős, nincs összeragadva. Csirkemellből, uborkából, kapor, mustár, naturjoghús, sóbors, szóval ilyen kis könnyű. Legyen egy kóstolás, jó? Én azt mondom, mert már régen volt. Picit mustárosabb most, de nem baj. De jó kis könnyű. Egyébként, hogyha nem tudom, hogy mit főzek, akkor általában mindig uborkás hús főzök, mert ehhez mindig van itthon rizs, hús, uborka, tejfölszóval vagy naturjoghurt. Nagyon finom. Ezt akartam nektek mutatni, hogy ez a kertünkből van. Kétféle paradicsomot ültettünk. Van ez a kis mini paradicsom, és van ez a nagyobb, ezek annyira nem olyan szépek, de ez egy reggeli termés, tehát ez azt jelenti, hogy naponta kétszer szoktam leszedni a paradicsomot, és kétszer ilyen nagy tál van, és nagyon-nagyon örülünk, egész nyáron nem vettünk paradicsomot, tehát a saját kertünkből esszük, mint ahogy a petrezselymet, a lilahagymát, szedret, a szőlőt, az új hagymát, a fokhagymát, és még volt valami? A chili paprika is. Úgyhogy ezeket mi termeljük, bio nincsen permetezve, úgyhogy nagyon-nagyon finom, isteni édes, majd be kell mosni, úgyhogy... Na, ez én voltam. Szóval is egy másik adag paradicsom, ez pedig anyósoméknál terem. Van egy ilyen kis zárt kertjük, és ott ez az igazi kis mini paradicsom, nézzétek meg.
Úgyhogy ebből is van mindig itthon bőven, úgyhogy paradicsom az mindig van.